A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tavaszi kertrendezés idején a sünök védelmére hívja fel a lakosság figyelmét. A 2014-es év emlőse a védett keleti sün, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Az éjszakai életmódot folytató állat előszeretettel választja búvóhelyéül a kertekben, parkokban felhalmozott lomb- és rőzserakásokat. A nőstények itt is ellenek, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés könnyen teljes családok pusztulását is okozhatja. A sünök védelme érdekében azt tanácsolják az állatvédők, hogy fentről lefelé haladva ne vasvillával, hanem annak nyelével óvatosan forgassuk át a halmot, a legalsó részeken pedig inkább kesztyűs kézzel dolgozva. Különösen óvatosnak kell lenni a május-júniusi sünellési időszakban, amikor a menedékekben a hetekig vak és szinte magatehetetlen kölykök is ott lehetnek. Ha a gajrakás megbontásakor sünfészket találunk, semmiképpen se szedjük össze a kölyköket, pakoljuk vissza a kellő vastagságú rétegben az ágakat és a leveleket a fészekre, majd hagyjuk a nőstényre a továbbiakat. A sünöket etetni nem kell, mert a kölykök számára létfontosságú, hogy anyjukat követve a természetes táplálékukkal, férgekkel, puha testűekkel, ízelt lábúakkal, kis rágcsálókkal és lehullott gyümölcsökkel ismerkedjenek meg, ne pedig az ember által kitett, természetellenes ételhez szokjanak hozzá. Ezek ugyanis hasmenést, emésztési és növekedési problémákat is okozhatnak náluk. Akár természetes, akár a kertrendezés során épített halom alatt hagyjuk pihenni a sünöket, a gajrakás megszüntetésével érdemes legalább 4-5 hetet várni, amíg a kölykök annyira megerősödnek, hogy éjszakánként követik anyjukat a vadászatra. A sünök megtelepítésére, mentésére mesterséges eszközt, kisméretű kutyaházhoz hasonló süngarást is használhatunk, amelyeket bokrok rejtekébe érdemes kihelyezni.